Oda, megjegyezzenek, ismét itt vagyunk Patrikkal. De ez mikor? Neked van YouTube csatornád? Van, amúgy igen, nekem is van. Melyik vagy te? Én a közlekedés videók. Ja, akkor azt te vagy, jó. Akkor legalább azt is tudom, hogy akkor az életem Peti vagy Peti vagy. Igen, jó, Peti. Jó. Oké, akkor itt van Peti a közlekedési videóktól, meg Patrik a Bálai Patrik csatornáról, igen, meg én. Ja, hát aki már néz, akkor az már tudja, hogy azért Petinek 42 feliratkozója van, az egyik ugye az én vagyok. Yeah. Azt hiszem, én volt a 40. Azt hiszem, igen. Ezt szerintem én is felvők rá, akkor iratkozom, mert egyszer-kétszer kommentálta alá is, és akkor ezt megijesztem ezt a ízik közlekedési videókat. Na ja. Úgyhogy végül is, akkor megint sikerült itt. Így van. Egyébként jó. Nem biztos, hogy tudjátok, de hát nem tudom mennyire számít műhely titoknak, de mondjuk el, na, hogy mondjad. Aki imádja a régi szovjeteket, annak meglepetés lesz a következő információ, mert hogy amikor voltunk a Fehér úti nyíltnapon, akkor ott vannak hátul eldugva a kocsiszén sarkába. Hát azt tudjuk, igen, hát az már nyílt napon is ott voltak. Igen, de azt tudjuk, meg amikor mész itt a metróval, látod, igen, tehát itt mész a metróval, hát hogy kinézzel, hoppá, ott van, tamana, ott van a... Igen, de ez még a jobb vágány. Ja, amivel jöttünk. Az még ott van. Ja, az már... A balokban kiválasztott. És az még ott van. Most itt kell bajálni, és egyébként hallod, mit kell tudni, mert lehet jönni a nézők közül nem mindenki ismer, ami valószínű. Én a kötetpályával foglalkozom, az akár BKV, akár MÁV. Jó kis szalócipál. Van. Egy évig volt a gyermekvasutas, nagyon élveztem. Egy évig csak? Így van, csak egy évig. Ja, mert vagy úgy kezdted, hogy hetedikben, vagy abba hagytad idő előtt? Hetedikben kezdtem, és nyolcadikig. Ja, és nyolcadikig lehettél. Vannak is bemondásaim például. Na, akkor azt mutasd meg élőbe, mert itt messenger telefonra vagy rohontom meg. Akkor van még egy gyermekvasutas, aki is meg nagyon jól lehet. Egyébként még hál' is volt, csak eddig végebben. Illetve, bocs, Rikádi nem gyermekvasutas volt, ő utadévasutas volt. Hát így próbáltam úgy bemoltani, mint a szalóci. Tiszta szalóci, nem? De az a legjobb, hogy a 8. vágányon a szervét kihúzzák. A szervét már két közlepet. Vigyázzanak. Akkor reklámozok egy picit a délit is. Na, tapolcán ja. Volt, amikor bemondták azt, hogy az Noha indul az első vágáidról, amikor Nohabos nap volt. Azt annyit teszem is, hogy megnézni. Jó, remélem, hogy te megfelelődik. Ahó, hibás volt a balon! Hölgyek, hogy hibás volt a balon! Na de ez az, hogy nem viszik ki. Lehet, hogy nem tud, eddig még a nevébe valahogy elvergődött, hát aztán itt. És ez vége. Aztán meredire, amikor hibája van, hogy... Na, dobják kis vászidát. Ó, kis ezért, kis kallenes palacsintasütő. Így van. A kis menesztőtárcsa. Palacsintasütő. Azaz. Látjuk meg, ami van itt. Az akár is van ott. A kalauszkulcs? Így van. De nekem is van, csak az nem ilyen, az ennél bonyolultabb. Abban van síp is, meg ilyen azért, meg négyszög kulcs rajta. Ja, azért. Ja, négyszög kulcs. Van olyan od. Van már egy ideje. Mindent be lehet szerezni a netről, csak jó helyen kell keresni. Ja. És akkor meg van még ilyen kulcsa. A csöcslápát megtalál. Hát az nagyon nehéz volt, de ez sikerült. Ja, mondtad, hogy valószínű. A gyermekvastól például ki tudtam nyitja a fűtőkacsira kezéját. Hát ez sima négyszög kulcs, ezzel bármit ki lehet nyitni, bármik adatok. Jó, van másfél óra aksi hely, úgyhogy addig elbeszélgettek. Kötelező jelleggel. Kötelező jelleggel. Sziasztok, fiúk, lányok, meg egyebek. Most nem sörök, hanem most kóla vlog lesz. Hát igen, sem volt még a csatornában. Hát nem, kóla vlog az még nem volt. Most lesz. Egyébként van sör is, de hát most a lettek nem tudok sörök okozni. Legalábbis Patrik az még bőven nem, nincs a balkonban. Mert Peti sem, mert Peti is. Hát nem tudom, hogy... Két év múlva. Hát
Még most két év múlva nyáron lesz majd... Akkor maximum, hát ez igen, Peti van most így hátal a kamerába, mert másért nem lehetem oldani. Hát így oldalában, akkor az akkor benne vagy. Itt vagyok, sziasztok. Én meg így valahogy olyan látszok, tehát... az a lényeg. Ja. Egyébként van még alma is, esetleg kértek abból, hogy van valami, hogy alig tudom megenni. Jaj, most nem kérdez. Az rossz. Nem kérdez. Ajmá. Úgy jön közben akkor énkezik. Hát ugye a Patrikot már ismeritek, a több videó megvan volt, Peti még nem, de közlekedés videó kérdésének a kommentjeit látok. Ja, hát hogy valaki nézsz arra, hogy mutatok a... Hogy, azt a 42 feliratkozás is köszi. Ja. De azt a 13-at is. A 13-ból is egy én vagyok, a 42-ből igen, is egy meg, én meg a másik a Peti. De meg, is, a, meg a harmadik az Volko. De mind a ketten fel vagytok iratkozva rám is. Igen, akkor Patrik fel van, azt az láttam, hogy Patrik feliratkozott. Feliratkozott, Patrik, bár nem feliratkozott a csatornára. Hát nem, mert meg lehet nézni, hogy van egy ilyen pont, hogy közösség, és akkor feliratkozunk, és akkor végig lehet pörgetni, és azt az láttam, hogy te ott vagy. Ja. Még amikor az első videót, vagy nem tudom, még akkor már ott voltál. Amikor, tényleg. Az első videó, azt hiszem, hogy valahogy így volt, de azt tudom, hogy behozom a listát, és akkor elkezdek keresni a bőnkészül a Ctrl F, hogy elkezdem beírni, hogy Patrik, és akkor nem tudom, kiadja. Hármas róla, az már is ja. Patrik, 69-es villamos. Izé, mexikói petróállomás. Volt izé, 69 A is. Talált. Én az összes villamos busztról... Szerintem nincs olyan járat, amit nem tudnál, hogyha így rákérdezek. Jó, tehát nem minden 90 bármi, sem már megmondom fejből. Hát most egy hirdezőt eszembe, hogy akkor a jó, hármas villamos, azt is nyilván tudom. Azt is, hogy a mexikói petróállomási gumasi út határa. Tökéletes, mert az utóbbi egy hétben ezzel a kettővel utaztam csak. Vagy a főtéktől, vagy a vásárcsarnoktól, mert én arra járok be. Patrik, 88-as busz, az jó volt, ami valahol Török Bálint fele megy, nem? Igen, kellemfő lassítalomás, metróállomás, Török Bálint gyár. Csak azért, mert ugye tegnap előtt, amikor voltunk Berlinben, akkor ott van egy ezredes nyomtávú villamos, amit általában járnak, és az a 88-as volt, és azon végigutaztunk. Ja, és akkor így jutott eszedbe a busz. Hát nem, mert akkor is arra gondoltunk, hogy na nálam 88-as villamos nincsen, hisz a 88-as busz úgy tudom, hogy van. Nem, 88B is van, és itt az utalapban. Nem tudom, hogy valahogy valamit Török Bálint meg, de pontosan azt nem tudtam meg. Török Bálint van a dolgok, igen, meg ő se tudta, de azt mondtuk, hogy 88-as van, meg... Ugye látunk M2-es villamost, de látszik, azt néz, milyen villamos M2-es. Hát mondom, megmegyek vele haza azért, most nem vagy a négyben. M4-es is van, de nem kell elföldre megy. Meg nem is a Bannofla ott a főpályaudvarra, ahol nekünk kellett volna. Viszont van egy csomó metró Berlinben, és csak a túlra vannak jelölve. U7-es, U5-ös. Na, mitől Bécsben, hogy U6-os. Igen, és meg az S-Bahn, ami ott a város körül megy, meg azzal metrőki Poznanba is. Ja. Nem semmi, az S-Bahn is majd, de rakok fel a videót, csak hát még nem volt időm összerakni se. Most te nézem, biztos én Rikennek. Még 2016-ban, akkor a nevében kérdez, hogy az milyen Bersz is Connector-t olvasok, viszont én Connector-nak akartam, és így éreztem meg, hogy Bersz lesz Bersz Connector-t. Berlinben is láttunk egyébként citálókat, meg esetokat, ott is. A C2-es, legalább. C2-es volt, igen, azok ott is vannak. A Roll-on is meg. Meg a hulladék, nem, ott nincsen hulladék valahol. Ott nincsen van hulladék. Hát azt nem láttam, mert van hulladékot nem láttunk. Viszont tátra villamos van. Tehát igazság azok vannak fel. Hát Poznanban van, sokáig vártunk a tátrára, arra az egyén, ami akkor kim volt, vagy legalábbis amit tudtok meg. KT. Milyen tátra az KT. Hú, basszus, milyen tátra az? Azt a KT-n értett volna, hogy hasonló, mint ami Szegeden van, olyan volt. Csak egy pillanatig láttam, mert pont akkor jött, amikor már mennünk kellett vissza, hogy el akarjuk érni a másik járatot, és meg a berlini falatot akarunk jutni, és pont akkor jött, de ugyanilyen egy oldalú tárza, mint ami Szegeden van. Tényleg. Így ránézésre ugyanaz volt. Viszont vannak ilyen ezért Siemens villamosok is, ami olyan, mint a kombinó. Az jó. Azokkal is utaztunk. Itt be az egyesen most nincs kint tárca, sajnos. Hát az egyesen csak két napján. A sima is meg a... K2M. Hát nem, hát ilyen tényleg szabadul egy pár kombinó, és akkor beladják azokat. Tényleg, srácok, amúgy az egyesre, hova tűnik a K3-osok egyébként? Micsodák? A K3-os tártalak, hova tűnik az egyesre? Már itt a K3-os. Igen, a most fel is kérjük. Azok mennek másfele igazából, mert
Az érdekes, hogy az egyesek főleg a klasszikok voltak mindig, amikor találták is voltak itt, akinek ott volt meg a klasszikok. Néha volt ilyen háromkocsis kártyájuk. De az érdekes, hogy az osztatáson belé mesélte, hogy itt, hogy tavaly novemberben a klasszik tárcákat lecserélték sima a kára a 40-esen. És én mondta, hogy valahol látott a Facebookon olyat, hogy az utolsó konzertesített tárca a 40-esen. Más nem a konzertesített, hanem az a klasszik. Szóval ott is már a kájának, mint az 56-oson, meg a 61-esen az ilyeneken. De az csak K2? Nem, az K, mint a K2-ök, azok itt járnak csak Pesten. Ez hiányom a névben, nagyon jó volt. Igen. Most ott is az a szar, orvalkuk, Bátus Katina csrésztik ott. És alig lehet érteni a nagy zajba, szóval nem lehetett érteni. Várjál, most kimész a délibe. Igen. Ugyanez van a keletibe is. Annak a nagy zajban, meg a vonatok is oda, meg is, hogy alig lehet hallani. Szabolcsiben mindig lehetett. Ja, Szabolcsi úgy volt, hogy... Igen, sokkal mélyebb hangja volt, meg jobban értető volt ilyen nagy zajban. Na, de azért... A télibe olyan halk mostogta a ó, ja. Hát ha csak egy flört vagy bármi is működik, akkor... A rabban volt ezért... 99. Na. Ez jó. Lévi pályadban és... És ez még a régi Olafura ilyen... Igen, és Becskándrás most legalább utolsó videó, ugye még fel akart. Ja, ez volt, igen. Nem, az utolsó, most akkor fel egyet a izére. Balakta fel. A izét a metró felújítás, amikor is filmeztem. Még a hármas metró, amikor még a teljes vonalon járt. Ja, akkor az utolsó neki, meg egyet még felrakott a Mikulás év. Igen, az most adta fel, ez drágásból. Igen, az most adta fel, nem néztem még meg. Én sem. Igen. Sokat, de neki volt egy ilyen videója, az futál hangokból összevágva. Ja, igen. Ilyen különösek, ilyen menetlenmet hallások. Neki nem színeskedjenek leszállni. Kedves, ezért mit szállt Kábel? Kérjük, hogy hangban legyen, ne zavarja, akkor ilyen. Rangban egyik rész. Futál hangok viccesen összevágva, négy. Valami ilyesmi van ilyen, igen, hogy megkeresem általában. Futárhangok viccesen összevágva, negyedik rész. Kérjük kedves utasainkat. Florian 99 készítette hozzá a képeket. Igen. Ja, tényleg ő is nem volt fel, akkor nem csak László Patinek van ilyen. Nem, Florian 99. Az első, másodikat megtaláltam. Na, ezért is. Ja, első rész, de melyik a izé? Ja, itt van. Nem lesz a negyedik. Tisztelmes Károly, nagyon jó ki az ablakon, mert van egy szép. Kérjék, mindig kapaszkodjanak, mert a jármű esetleg egy kiáll a forgalomból. Sajnálom, az a szemben nem tudnak, hogy hülyülős van. Hülyülős van. Hülyülős van. Szeretne, ha a leszállási szándékot Kossuth Lajos illetve Mészáros Lőrinc időben jelezték. Tisztelt utasaim, szakuljuk, ami a tovább tudunk haladni. Széles kapaszkodjuk. Az megérzem valamit. Az is megérzem. Ajaj. Helyzet minket. A megállóban álló jármű ajtóit csak a mellettük található részjelző gombokkal nyitják. Azt mondja, hogy megnézték. Igen. Mit tudom, valaki rosszul mondta, nem, csak ki akartam itt az ajtó. Ez menetlenbe tartás érdekében színeskedjenek leszállni. Szent László csak órázol és szájkosárral tagad szállítani. Szerintem! Tisztelt jós részjelző, kérjük kihangosított zenével, ne zavarja szállási jelző gumbugalmát. Ugalmát, érdem. Ugalmát,
Az első ajtón felszálló utasok érdekében szíveskedjenek leszállni. A forgalmi változás várható. Kérjünk kísérjék figyelemmel kihelyezett tájékoztatóinkat. Egyébként az ajtó nem nyílik. A járműben a kerékpárszállítás nem csukódik be. Egyelőre nem tudunk tovább haladni. Kérem, vigyázzanak, az ajtót kiálltak. De várj, az imádom, amikor tudod, te állnak az ajtóba, és ugye zárnak, és akkor visszanyílik. És akkor mondom, hogy kérem, vigyázzanak. De várj, amikor hülye gyerek, így idióta, hülye gyerek beáll az ajtóba, és a kollégot elő, ez egy összehajtó, csengő összehajtó, és visszanyílik, mert beáll az ajtóba. És nézd a hülye gyerek, hogy miért? Hát ezért csinálj, nem kellett olyan az ajtót. Hülye gyerek! Tisztelt és Károly, kérjük azonnal, hogy jöjjön ki az ablakon, mert baleset veszélyes. Ja, ez nem volt. Ez nem volt, igen. Nem volt az első. Rosics Gyula, Talmadi Győző, kiáll a forgalomból. Azt megint volt Talmadi Győző, kiáll a forgalomból. Viszont hátsó részébe. Viszontlátásra. Szia! A következő megálló klímaberendezés. Talmadi Győző, ne hajoljon ki az ablakon, mert baleset veszélyes. Talmadi Győző, ne hajoljon. Hát ahhoz érzem, hogy nem hallják ki. A megállóban álló járműajtóit csak a mellettük található hőerőmű gombokkal nyitották. Tisztelt Gáldonyi Gézok, kérjük kihangosított zenével, ne zavarja meg Szád Kálmán uralmát. Kérjük, tartsák zárva az ablakokat, mert működik a hőerőmű berendezés. Tisztelt utasaink! A következő megálló Kőbánya Kispest úti lakótelep. Oh, Kőbánya Kispest úti lakótelep. Pest-Szentlőrinc. Szaszadik. Viszontlátásra. Szíves elnézésüket kérjük a húszi vállalkozásért. Az előző sos műszaki hiba miatt kiállt a forgalomból. Tisztelt utasaink! A vízjelző megszólalása után a le- és felszállás tilos és tilos. És tilos és tilos. Ez jó. Okay. Ó, jó, kicsi, kérjem, hogy ő megint az. Ez az. Ez az. Adott az is mindenki, ott van. Ami jár, van, és akkor várja a gőzösnek, vagy most olyan lehet, amikor megint ment a gőzös. Utoljára, amikor 13-a voltam vele. Ott lőttük az alagútnál. Ja, és akkor ott, akit a mozdulat kicsit megcsapott. Ja, hát mondtam, az alagút etején volt, és akkor jött ki a közös. Jó. Kicsit ilyen, milyen, kicsit dös volt, de valami, vagy ilyen. Nem, annyira nem. Zárás, már azt a szabad is nem ez nem a korán. Ez nem a korán, mert akkor... Mi a Konrád bácsi, igen. Igen. Mit nem szabad soha, hogy ennek a súton? Mi lesz a többi torni a csáma? Vigyizi. És miért nem szabad várni, hogy a sízszak biztos csúszik. Főleg, hogyha még az előző áldozat végét. Jó! Megvan még a Lego C50-es? Ugye ennek a sióta, vagy az csak addig volt majd az a Lego minta. Szerintem a Lego mindent már levették róla. Azt nem tudtam fotózni, és egy videóhoz nem tudtam kirúgni, amikor az azon a hétvégén a Legos rajta volt. De viszont az egyik körben meghalt, úgyhogy az igen, így, de egyébként kaptak engedélyt, hogy közben, de úgy, hogy a motor legyen. Ja, hogy közben sorozva is. Igen, a gépek közben sorozva már egyébként. Igen, akkor gépek is sorozva, és mögé zárva. Hát elvileg úgy kéne. Szóval szerint igen. Állomás videóztak, és a szolgáltatóba beleszólt, hogy nem engedte meg a videót. De mi? A hangosba? Nem, hanem volt előző, hogy megengedtem, hogy filmezzenek? És nem is őt filmezték, mert csak a hangja volt benne. És hát az sokszor előfordul. Ja, de várját, ha még fönn van, akkor mondjuk mutatok egyet. Aha, gödöllő. Szóval azok hangossal.
Ja, ezt láttam. De a vége lemaradt egyébként, én tudom, hogy mi volt a vége utána, hogy körülbelül 3 másodperccel ezután még nem forgalmas, hogy kijöttem ugye a hangos, hogy takarodjatok a kurva vagyátokba. Igen, igen. Neki is van olyan dobja a forgalmásnak is, amivel lehet beszélni a hangosban, de nem csak ott van kinakadni. Ja, ami a Körnös úton csináltuk egyszer, ugyanilyen Mabox-szal itt van a Rákoszent Mihály fele, volt egy, ami szintén nyitva volt az ajtén, és akkor mi mindenféle gombok rajta, hát ők még telefonon zenét játszottunk be, és akkor nekünk is kiszólt a forgalom, és nagyon gyártott abba. De úgy, én azt mondom, műzőben, hogy első vágányat gyárulat közel, vágányat kérjük gyázni. Szintén a felszólnék, visszalázzal. Ja, főleg Gödörnőt, akkor az első vágány azt mondja, hogy ki is van zárva, azt nem használják. Ferenc vágányat is kíváncsukva. Ne, ott nincs is első vágányam, és én csak másodikat, meg harmadikat, negyediket, meg a többit láttam. Hát lehet, hogy az első vágány az, bár nem a csonka, de lehet, hogy a csonka az első, akkor valami, hogy kiszakták lakni azért a osztagyokat. Az azon most pont nem voltam, azon a nyíltakon pedig az biztos jól lehetett. Fölmentünk Mukiba, vagy de hát a Budafokiba volt, amikor a Mukiba lehetett ezért létsipozni, és amikor ugye felengedte a szerőt, akkor ki kellett fenni az irányváltót, és akkor ezen sűrített, leengedtük, azon tényleg rakjam be, Nem. Jó. Ja, az tehát látsz, hogy valamelyik abból volt, hogy azt is lehetett javogatni, hogy bevakacsol a futás, és akkor hangosban van túlva is mindenféle szövegek. De egyébként, hogyha áramart van a kocsi, akkor a futát, az hogy lehet kilőni? Valahogy biztos ki lehet. De hogy lőtték ki a futát? Sőt, egyszer volt a Sebai Bozdonyban állni, olyan, amikor kiállítottak ott egy feladatot, és adés vezető főkérés működött a mikrofon rajta. És akkor abban is, hogy mindenki nyomogatta vele a szövegeit. Hát az lehetett. Hát meg sokáig az volt, hogy Csabai Mozdában is gondoltak, és akkor lehetett a kültöket nyomkodni. Ugye? És akkor folytatásra csak azt mondhatod, hogy kültök, de csőrkőz, színész, gigant, ami csak ott volt. Azt mondta, hogy megy egy óra után megmondta, akit ugye mindegyben volt egy vezető, lehetett kérdezni, milyen mozdok, ez mit tud, stb. Meg milyen kultok, hogy kiengedte a levegőt a kültből, mert most már elege volt, és mondta, hogy nem állok. Kiengedte a levegőt, és most már az mondom, volt két szép kis kürt kamarát. Hát tavaly volt először, mikor abszolút ki volt itt az összes okok, azon előre úgy ment kékelni, hogy a kürtök ki voltak lőve, mert a környéken lakók balaszkodtak így éve, és hogy egész napnak csak a kürtöt hallják. Mit kell berakni ébredtőnek? Ja. Az. Jó kis ébredség, jöjj. Csöré bébé. Joli. Ez így, de valami nem tudok közül maradom. Amúgy az érdekes, hogy a kaflakon kettőfajta csendje van egy ilyen töm, meg a kombinós csendje. Igen, meg a kombinós, de a kombinós is sokkal szerintem. Az a kafos csendő alatt, az semmire nem elég. Azt hiszem, hogy nem is tudom. Ez a kombinóknál a külső hangszóró, az hiszem néha jól jön, mikor abba szólt a lemezre, hogy ne feszegessék már bárom, vagy az ajtó, engedjék már ezzel, amikor nem tudok kimenni. Ja, igen. Miért alig, hogy az ő, hogy ott van kérem már. Kérem a számukat? Nem, az kérem a számukat. Ja, volt de már. Ez a nagy körút, amikor csak azért is feszegeti vissza az ajtót, mert ő azzal akar elmenni, igaz, hogy már következett, azt mondja azért, hogy ott van már mögöttük a következő villamos, hát az is ugyanoda megy, de engedjék már zárni az ajtót. Hogy azt mondja, hogy én egyébként ráérek, de mennék. Egyébként én legtöbbször ezt használom, amikor egyébként vannak előttem. Open, egyébként. Ez jó. Oké, ára megvan. Jó, erre itt eszembe láttad azt a videót, amikor a rajzé, nem is tudom hol, azt mondja, hívjam vagy volvon, megőrül a rajzét. Tehát megőrült a rajzé. Ez mi? Ez
már Józik vagy. Nem mozult a futár. Végre meg. Sikerült bejelentkezni. Kiváltan. Volán a 435-es. Röf. Ez az a csávó meg valami Szijjáz utcán, amikor neki is ilyen villamos? Meg! Ja. Ez a Népszijjáz utcán volt. 28-as elvonalán volt, azt látszik, hogy minden baszal látszik, hogy kimegy a tátra, és az alatt utána, hogy ott átra megy ki, az meg ott nézi. Pont az, hogy pont ott azon a környékkel akuk hűzik. Igen, mert meg az van benne, hogy még egy éjszaka volt, tehát lehet, hogy az volt az utolsó villamos azért. Az volt az utolsó, szóval valószínűleg azért. Most csak minden is hovalkozott el szerintem. Lehet, is látta. Amikor tevében sietni akarsz, és megcsúszik a kerék. Jajjál, ez volt. Ja, itt van, ez volt az. Megy ki a tátra, az látszik. Csárom szó. Azért a táblát, a megálló tábláját. És látszik, hogy valamelyik elkérő verték föl, vagy ablakban van volna, vagy valami környék. Ja, ezt láttam ezt. Hát meg azt, hogy egy éjszaka van, lehet, hogy az utolsó villamos volt. Ez konkrét. És az van az a kezdek a videó, hogy így megy ki a tátra, de a megállóból. És én utána szabadod a csávó. Fölszállt a kicsi a műveket szórakozni. A vészjelzőt. De sofőr mögött a vészjelzőt. Ó, ezt régebben a híveknél csinálta mindenki, amikor főleg amikor a Gödöri Nesztelse bemondta, amikor ment cirka befele, hogy az ajtó felett lévő gombok nem leszállás jelzése szolgálnak. Ezért csak indokolt esetben jelezzenek fel, és tudod, hogy utána sokan elkezdték nyomkodni. És akkor itt van az ajtó. Azt még akkor, amikor a CM dolgozom, akkor a rendszeres volt, hogy sokan nyomkodnak szólt. De csak ott is a vezér ne tudsz szólni a mikrofonba, a hangszóróba, és mondja, hogy mondod azt, hogy pattanásaidat nyomogassad, ne a gombot, mert... Volt, hogy látszik a csáv, mert még a kalauz előtt menni, menekült, mindig szálltál másik kocsiba, és akkor azért... Amikor a büfék kocsi a második kocsiba van, vagy abban a kocsiba is annyiba kerül a hegy. Voltak ilyen jobb a szólások akkoriban is. Azt nem tudom, akkor a vlogban is hosszú, hogy nyitva. Hát hosszú lesz, hát nem, mert ez nyilvánvágás lesz benne, mert ezért is... Elég jól elpofázunk a semmire egy órát, csak az már nem sok mindenkit érdekel. Na, hogy így légy, ez kirakja a vágatlan vajon? Felmehet. Egy óra nyolc. Nem én már felé az vágatlan van, de hát... Az a vajdák csak. Egy óra 7 percre megy a videós. De ezeket viszonylag kevesen szokták nézni, mert nem kevesen nézik végig. Hát ami amelyeket Kelenföldre fent, mert abban se sok vágás volt, amikor ugye Kelenföldre mentünk. Vajon vonatot fotózni, az alig jött valami, de hát az is lesz, mint egy óra. Azt se sokan nézik végig. De hogy ezt hogy csinálták vajon hallod? Eltörve egy indítási jelzőt előttem. Egyetem, meg, hogy megy-e még, vagy fel kell adni töltőre. Lettőre merült. Nem, még van 32 perc. De már 44 perc itt veszi. Hú, már ennyire beszélni fölgyekből. Hát most 44 perc megy. Az szép. És még van 32 perc az aksiból, ugye? Az igen. Nem volt feltöltve egy Berlin óta, aztán, vagy ott ilyen Berlinbe töltöttem. És az, amikor mentél el amúgy? Hát szerdán mentünk, szerdán reggel, és pénteken reggel jöttünk. Ja, igaz, azt írtad is, mert ki ezt volt, hogy mikor... Hát csak késtünk másfél órát. Ó, jó, és még nem, föl se szállt a repülő, és másfél órás késésre szállt fel eredet. Úgyhogy ez... Jó kis GVM. Azt mondd rá, az jó, Nikodusz, az jó. Mesélek az első videó, hogy egyik eddig 1990-ből a 100-as tőzét, míg GVM-et még elkapta. Százas? Nem tudod, a klasszikus szia százas kameszólási pecskitől még ilyen szép fiatalon. Ez az LG? Ez az. De a sötéteken van, hogy tudjuk a képernyőjét, de vett a fényerőt. Hát igen, mert... Hát ott, most
Most feltolt a Noxa. Ja, ja, igen, én még már látom. Hát így viszont igen, ez így. A nővérem is itt használja egyébként, ő se használja, ő se. Hát meríti az aksit, meg jövök meg egyébként, ő olyan. Ez itt autocitiben beraktam, és össze, ezt ívágtam össze. Azt mondták, hogy a nőtől délután Pozsonyinál keresztbe áll a villamos. Ez nem tudom, mert ez látsz az elegyes busz üzét. Volt még egyszer ilyen 49-es villamosok, kikaptunk egy ilyen vicces vezélt. Meg vált a földön, csak akkor még ilyen szalag volt a kamerát, mint a fanya aztán, így nem lehetett. Mit tettünk? Az a pisztyú, ne? Igen. Ezért kérdezt is. És fél is vagy olyan buszba. Ahogy ne. Berakom előről a helyetet. Én meglátom, hogy ők állt, hogy Géza. Ja, ez mi, de ez az a más, ez mi, de hozzá kicsit. Az egész szülős nőmet az? Ilyenkor igen. Meglátok, hogy kéz a másik, látok. Az vagy, hogy a terepít hozta a hangja. Hozta a mikro, igen. És ott megnyisni. Az energiések az vajon bárta hallatszolat a testvérgolás, nem nagyon. Köszönöm.
meg egyszer a Kadesnice, ez jön a 2010-es. Ez az Intercity. Ez egy kis palancsolva, de nem tudom. Látja majd ilyen, valahogy lehet itt live-ozni, azt mondom, hogy belépünk a YouTube-ba. Ja, itt van, ja, várj, ja nem, a fasz, itt lehet, várjál. Ja, itt van, igen, élő. És akkor mindjárt állítjuk, hogy itt a Kóla vlog, olyan még úgyse volt. Kóla vlog. De akkor nálam el, majd ezért olyat is csinálhatunk, hogy ha majd ezért hozzá megyünk. Nyilvános? Olyat is csinálhatunk. Messze laksz? Le, általában úgy Nándorstó Park. Az mellem van már ilyen. Főtén. Ja, 69 részébe bemetünk. Akkor ezért új palota fele, nem? Így, nem új palotán. Na, halljátok. Na, nézzük csak akkor. Na, nem megy még.
Na, mindenki most jön az index képpel, hát az nem lett jó. Az jó, mindenki mosolygott az index képpel, az jó lesz így elmosódva. Most várjál, egy adás. Mindjárt így fogom, ha talán jól meglátszik. Na, sziasztok! Sziasztok! Csáv! Kóvalókolása, én bőle, Péter és Patrik. Én jajam. Hát egy olyan, hogy ismertek volna. Hát az Patrik már ismer egyre. Ja, most már... Pont jókor kezdtük el egyébként a fogadást, miután már majdnem elfogyott a kóla is. Most megy a kameránkban, szóval. Ja, igen, ott van a kamera a háttérben, csak éppen most. Igen, tényleg, vesz még a kamera, vagy elérjük? Mennyi, vesz még? Nem már, ezért így, nem vesz már, szóval már nem vesz szerintem, mindjárt megnézni. Szabó, hogy Gyula már jött, hogy sziasztok, szia Gyula!